A múzeumok éjszakáján készültek ezek a felvételek Pécsen. Az eseményen részt vett a szakállamtitkár Hoppál Péter is, aki arról beszélt stábunknak, hogy ebben a ciklusban az egyik legfontosabb célkitűzésük a kulturális akadálymentesítés. Kulturális akadálymentesítés alatt pedig azt értjük valóban, hogy ne csak a nagyvárosi közönség jusson hozzá az értékes kulturális termékekhez, a kulturális lehetőségekhez, hanem valóban a kis településeken élők is, vagy akár a ország peremein élők is, vagy akár azok a társadalmilag peremhez tartozó családok gyermekei és tagjai is, akik nem feltétlenül kultúrafogyasztók. Őrőlük sem mondhatunk le, úgyhogy a kulturális akadálymentesítés keretében az új kulturális minisztérium, kulturális államtitkársága ezt a feladatot, ezt a célt tűzte ki maga elé. Ennek előzménye, hogy a kistelepüléseken kulturális közösségszervező szakemberek dolgoznak, akik a kulturális hozzáférés segítik, mondja az államtitkár. Így mindenkinek lesz lehetősége, hogy például a falvakból eljuthassanak a közeli városokba, színházi előadásra, vagy éppen múzeumba. De segítik azt is, hogy különböző művészeti produkciók eljussanak a kis településekre.